Köszöntöm én is az édesanyákat és a nagymamákat, és kívánok nekik sok erőt és sok áldást. Szeretnék Ézsaiás könyvéből olvasni egy igét, Ézsaiás proféta könyvének az 53. fejezetéből. Ézsaiás könyve 53. fejezet 6. verse így hangzik. Ézsaiás könyve 53. fejezet 6. versében olvashatjuk, mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre a veté. Nagyon sok mindent lehetne erről a Biblia szövegről is elmondani, most én csak azt szeretném kiemelni ebből, hogy Ézsaiás azt fogalmazza meg, hogy mindnyájan a saját magunk útját járjuk, mindjárt járunk egy úton, úgy is szoktuk nevezni ezt, hogy az életúton. Nagyon sokféle életút van, és nem találunk két egyforma életutat, és ez is eredményezi azt, amiről délelőtt már, vagy a reggeli órákban beszéltem, hogy a lelki gondozás terén nagyon nem lehet olyan sablonokat mondani, hogy ebben az esetben ezt kell mondani, abban az esetben azt kell mondani, így kell segíteni, vagy úgy kell segíteni, hiszen mindenki másfajta életutat jár be, és mindenki másfajta problémával szembesül ezen az életúton. Vannak olyan életutak, amelyek nagyon rövidek, sajnos, vannak olyan életutak, amelyek nagyon hosszúak, vannak olyan életutak, amelyek kicsit kacskaringósak, és hát a rajta járó ember, azon az életúton járó ember nagyon gyakran találkozik olyan nehézségekkel, hogy hogyan is tovább, merre kell tovább haladni. Általában az életút során ott jelentkeznek a problémák, és ott kell segíteni a másik emberen, ahol az életút során ilyen útelágazások vannak. Hiszen amikor nem lehet másfelé menni, akkor az ember nem tud másfelé menni, akkor biztosan tudja, hogy ez az irány. De amikor lehetőségek vannak, amikor sokféle lehetőség van, akkor jut az ember egy olyan helyzetbe, hogy hát most bizony nagyon nehéz eldönteni, hogy hogyan is tovább, és ilyen esetben van szükség segítségre. Miért van az, hogy az ember az élete során nehézségekbe ütközik? Miért van az, hogy az ember az élete során nem mindig boldogan, vidáman, megelégedetten, erősen, egészségesen éli az életét, hanem vannak olyan pillanatok, amikor szüksége van valamiféle olyan segítségre, amikor egy kívülálló valaki, rajta kívülálló valaki kell, hogy mellette legyen. Hát az egyik az, hogy maga az ember úgy van megalkotva, úgy van megteremtve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ugye ezt már mindjárt az Édenben elhangzik ez a mondat, tehát az embernek mindig is szüksége van segítő társra. A Bibliában több helyen visszajön ez a mondat, visszajön ez a gondolat, hogy az embernek szüksége van a másik emberre is, szüksége van arra, hogy legyen mellette valaki. Nagyon gyakran úgy szoktuk ezt a mondatot használni, hogy a házasságra, vagy csak a házasságra vonatkoztatjuk, és valóban a házasság egy nagyon fontos dolog lehet az ember életében, de nem csak a házasságra igaz, hanem mindenre, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és szüksége van az embernek arra, hogy időnként valaki mellette legyen. Olvasunk arról, hogy hát, ha az egyik ember megbotlik, akkor ha van mellette valaki, akkor fölemeli és tovább segíti, és lehetne számtalan más olyan élethelyzetet hozni, amikor az embernek igenis nagyon nagy szüksége van, hogy ne egyedül legyen. Az ember az élete során nagyon gyakran találja magát szembe azzal, hogy valamiféle kívánsága van. A kívánságot nagyon gyakran úgy szoktuk emlegetni, vagy nagyon gyakran úgy gondolunk a kívánságra, hogy az feltétlenül valami rossz, valami bűnös kívánság, holott a kívánság az nem minden esetben rossz dolog.
Pál apostolnak szeretném idézni az egyik mondatát, ami egy nagyon fontos gondolat. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet 6. versében Pál a következőt tanácsolja. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Vagyis a kívánság az nem feltétlenül rossz, hiszen pont azt mondja Pál, hogy tárjátok fel az Istennek a kívánságaitokat, mondjátok el, hogy mit szeretnétek. Nagyon érdekes ez, hogy ugye minden ember úgy éli az életét, hogy folyamatosan megjelennek az életében kívánságok, a legapróbb dolgok, hogy felkeltem reggel, és érzem, hogy éhes vagyok, jó lenne valamit reggelizni, és kívánok ennivalót magamhoz venni. Kell indulni a munkahelyemre, hát nem tudom, hogy mennyire kívánom, hogy eljussak a munkahelyemre, de kívánom, hogy ne kelljen sokat várni a buszra, hanem hamar jöjjön. És azok ilyen nagyon apró kívánságok, és nincs benne semmi rossz. Aztán, ahogy telik a napom további része, újabb és újabb kívánságok jönnek, ezek nagyon gyakran az életünk mindennapos velejárói. És aztán jönnek sokkal nagyobb kívánságok, hogy hát kívánnám azt, hogy valahogy szebben beszéljenek velem ott a munkahelyen, és ne ilyen durván. Kívánnám azt, hogy ne kérjenek tőlem olyan dolgokat, ami nem is tartozik az én munkakörömbe. Kívánnám azt, hogy megbecsüljék a munkámat, és néha kapjak valami dicséretet. Kívánnám azt, hogy megfelelő munkabért kapjak, és ne ilyen keveset. És lehetne sorolni, mennyi mindent kíván az ember. És mindig azt mondjuk, hogy nem rossz dolgokat kívánt az ember, igaz? Hanem jó dolgokat. Csak ezek közül, a jó dolgok közül is nem minden teljesül. És aztán lehetne sorolni, hogy mennyi olyan dolog is eszébe jut az embernek, próbálok ilyen óvatosan fogalmazni, hogy eszébe jut az embernek, amik már nem feltétlenül ilyen jó kívánságok. Mert hogy meglátunk olyan dolgokat, amiket kezdünk megirigyelni, meglátunk olyan dolgokat, amelyekre azt mondjuk, hogy hát hozzájuthatnék valahogy, de az már nem biztos, hogy olyan erkölcsös dolog, vagy tisztességes dolog. És aztán eljutunk egész oda, hogy az ember megkíván olyan dolgokat is, amelyekről már keresztény emberként egyértelmű úgy gondolkodik, hogy na hát eszembe jutott ilyen, de gyorsan el kell hesegetni, mert ezek olyan kívánságok, hát amelyeket nem lehet Isten elé tárni, hogy valósuljon meg, mert ezek egyértelműen rossz kívánságok, de az emberben ott vannak. És az emberben nem csak, hogy ott vannak, hanem nagyon gyakran olyan erősen megjelennek, hogy az ember elkövet olyan dolgokat, amit utólag aztán megbán. És ez nem csak arról szól, hogy arról van, hogy az ember nem elég közel van az Istenhez. Az ember nem elég jól ismeri az Isten törvényeit. Az ember nem elég erős a hitben. Az ember, és akkor szoktuk mondani azokat a mondatokat, általában nem magunkra, nem másra, hogy miért követel az ember ilyen hibákat. Holott Pál apostol maga mondja, hogy én tudom, mi a jó, és néha mégis a rosszat teszem. Tehát az ember élete az ilyen, hogy nagyon sok olyan kívánság is megjelenik az ő életébe, ami azt eredményezi, hogy elkövet bizonyos rossz dolgokat. Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy mennyit változott az utóbbi időben a világ, és ez hogyan járul hozzá ahhoz, hogy maga az ember a kívánságai tekintetében is változik. Nagyon sok olyan tanulmány született az utóbbi időben, amely próbálja összehasonlítani a modern embernek az életét, a mai embernek, a mondjuk európai vagy amerikai embernek az életét, azoknak az embereknek az életével, akik valahol valamilyen
elhagyatott területen, valahol Afrikában, valahol olyan területen élnek, Ázsia belső részeiben, ahová a civilizáció kevésbé jutott el, ahol az emberek nagyon szegények, ahol az emberek nem látnak, nem hallanak szinte semmit. És hogy vajon mi a különbség a két nép élete között? És általában mindig az az eredmény jön ki, hogy azokon a területeken, ahol az emberek ilyen primitív életformát folytatnak, nem látnak, nem hallanak semmit, azokban az országokban az emberek sokkal boldogabbak. Sokkal kevesebb olyan lelki betegség van, mint ami a modern társadalom emberének az életét megnehezíti. És úgy keresik a választ, hogy vajon miért van ez. És hát az egyik ilyen dolog, ami nagyban hozzájárul, az az, hogy minél többet tudunk, minél több ismeretünk van, hát annál több kívánságunk van. Hiszen az ember mindig csak olyan dolgokat kíván, amiről van tudomása. Ugye múltkor hallottam egy nagyon érdekes kérdést, hogy vajon hány olyan ember van, feltették egy ilyen társaságban, hogy hány olyan ember van ebben a csoportban, aki már nagyon hosszú ideje vágyakozik arra, hogy a nyári szabadságát Tofu szigetén töltse, ahol olyan emberek élnek, akik felajánlották azt, hogy mindenkit ingyen fogadnak most ezen a nyáron, még a repülőjegyet is elküldik, és bárki bármennyi időt tölthet a nyári szabadságából ezen a szigeten. És úgy mindenki csodálkozott, és senki nem jelentkezett, hogy vágyik erre a szigetre, vagy eddig olyan nagy vágyai lettek volna, azért, mert nem hallottak róla. És miért nem hallottak róla? Mert nincs ilyen sziget. Így van. A tofu az egy élelmiszer, és nem is sziget. De ez egy nagyon jó kérdés, amely nagyon jól mutatja azt, hogy az ember mindig csak olyanra vágyik, amiről van tudomása. Amiről nincs tudomása, arra nem vágyik. És a mai kornak az egyik nagyon nagy jellemzője az, hogy kitágult előttünk a világ, információ áradat lepel bennünket, mindenről tudunk, és ezekből egyre több olyan dolog van, ami vágyként jelenik meg az életünkben. És hát természetesen ezek a vágyak hát nem mindig tudnak beteljesedni, illetve még egy következő kérdés lesz, hogy mennyire helyes vagy mennyire nem helyes engedni ezeknek a vágyaknak. Tehát az egyik olyan probléma, ami megjelenhet, az az, hogy vajon van-e valamilyen realitása annak, hogy teljesedjen a vágyam. Mert a vágyaimnak határt szabhat az, hogy olyan dolgokra vágyom, olyan dolgokat kívánok, amire nincs lehetőségem. Ugye tipikus ilyen közép-európai példa ez, hogy ma már nagyon jól látjuk azt, hogy hogyan élnek mondjuk Nyugat-Európában, Észak-Amerikában az emberek, hiszen magyar filmet már nem is nagyon lát az ember, csak olyan filmet, amely az amerikai és a nyugat-európai életet mutatja be, és mi azt látjuk, hogy a mi életünk, a mi életformánk, a mi életszínvonalunk nem olyan, mint a filmekben lévő embereké. És az ember vágyik arra az életformára. És akkor egyszer csak szembesül, hogy de ezek nem teljesülhetnek, mert hiába van meg a lehetőség, hogy megvásároljak, vagy megszerezzek magamnak ilyet, hogyha az én fizetésem sokkal alacsonyabb. És ez csak egy dolog. Rengeteg más dolog van még ezen kívül, amely mind-mind azt mutatja, hogy ez is létezik, az is létezik, és az emberben ezek közül csak egy nagyon kevésben kialakul valamilyen kívánság, valamilyen vágy, de ott van a határ, hogy nem tudok hozzájutni. De ennél sokkal egyszerűbb, mondtátok, hogy most a mai napon is arra készül a gyülekezet, hogy hajléktalanokat segítsen. És ez egy nagyon szép dolog, hiszen olyan emberek, akik ilyen alapvető dologra vágynak, hogy szeretnék enni,
szeretnék lakni valahol, tehát nagyon alapvető dolgok, és ott van az a határ, hogy de nincs ennivaló, de nincs otthonom, nincs hova mennem. Tehát nagyon alapvető dolgok is hiányozhatnak az ember életéből. És ott van ez a konfliktus, hogy vágyok valamire, de nem tudom megkapni. És a következő dolog az, hogy az ember pici gyerekkorától kezdve, hogy megszületik, onnantól kezdve folyamatosan tanul. Tanul és megért különböző dolgokat, és megtanul különbséget tenni a jó és a rossz között. Nagyon tetszik nekem az a példa, hogy egy kicsi gyerek, amikor érzi az egyik ilyen nagyon jellemző kívánságot, hogy ő éhes, ugye ez semmi rossz nincsen. És tegyük fel, hogy egy olyan családban él ez a kisgyermek, hogy azért nem küzdenek ilyen alapvető problémákkal, tehát van ennivaló a családban. Tehát, hogy az nem korlátozza, hogy a hűtő tele van ennivalóval, még válogatni is lehet. És az asztalon ott van egy nagy tábla csoki. Az is csillapítja az éhséget. Sőt, hogyha a gyermekre rábízzuk, akkor azt mondja, hogy hát én azt választom, mert azoknál sokkal finomabb, mint ami a hűtőben van. És aztán, ha enged ennek a csábításnak, megeszi az egész tábla csokit, akkor egy idő után azt fogja tapasztalni, hogy megfájdul a hasa. És hát rádöbben arra, talán a saját példáján, de ugye ha vannak szülei, akkor nem kell a saját példájából, vagy a saját kárából tanulnia, hanem azért vannak a szülők, hogy ezt megtanítsák neki, hogy ne a tábla csokival kezdje, hanem először lakjon jól, valami más ennivalóval, és esetleg utána kap egy kockát a csokiból, és marad még holnapra is a tábla csokiból. Ezt meg kell tanulni, és ez egy, megint egy ilyen nagyon alapvető dolog, hogy az ember megtanul bizonyos elveket, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezen kívül a munkahelyünkön, az iskolában, a gyülekezetben, mindenhol tanulunk újabb és újabb dolgokat, hogy az ember megtanuljon különbséget tenni jó és rossz között. Az ember életében a konfliktus mindig ott kezdődik, hogy a kívánságai azok valamilyen formában szembe kerülnek vagy a lehetőségekkel, vagy pedig azokkal a szabályrendszerekkel, amik ott a fejében vannak, amiket megtanult, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert hány és hány olyan alkalom van, hogy az emberben felmerül valamilyen kívánság, és végig gondolja és azt mondja, hogy igen, felmerült bennem ez a kívánság, de nem teszem meg, mert tudom, hogy nem jó. Megtanultam a Bibliából, a gyülekezetben, az iskolában, a szüleimtől, megtanultam, hogy ez nem jó, nem szabad. És ezért az ember azt mondja, hogy felmerült ugyan bennem, de félreteszem, és élem tovább az életemet úgy, hogy ez nem valósul meg az én életemben. Példabeszédek könyvéhez szeretnék lapozni, Példabeszédek könyvének egy nagyon fontos figyelmeztetése az, amit a 14. fejezetben olvashatunk. Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. verse így hangzik: van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. Tehát ez az, amit az ember az élete során tanul meg, hogy vannak utak, amelyek olyan jónak látszanak, hogy a gyerek azt mondja, hogy olyan jónak tűnik az a csokoládé, hogyha megeszem, mert elveszi az éhségemet. És ez egy kis apró dolog, de az életben nagyon sok olyan dolog van, olyan jónak látszik, de az ember megtanulhatja, és Isten igéje az tulajdonképpen egy olyan lehetőség, amely megtanít bennünket olyan dolgokra, hogy kerüljünk el bizonyos dolgokat, hiszen sokkal jobb lesz az embernek az élete, hogyha nem azon az úton jár, mert annak az útnak a vége az ugyan helyesnek tűnik most, de a vége a halálra menő út.
A lelki gondozás, és most rátérünk akkor arra, hogy mi is a szerepe akár egy diakónusnak, és ugye reggel már mondtam, hogy mindannyian valahol diakónusok vagyunk, mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy a másik emberen próbálunk segíteni, és utána vannak olyan emberek, akik kimondottan ezt választják, hogy ők embereken segítenek, és akár már nagyobb méretű vagy nagyobb mélységű segítséget is tudnak nyújtani. Ennek a segítségnyújtásnak nézzük meg az alapjait. Most csak néhány dolgot említek, és délutáni órában majd még visszatérünk ezekre. Egy nagyon fontos alapelv az, amit nagyon gyakran ilyen hibaként követünk el, hogy ilyen kizárólagossá teszünk a segítségnyújtásban, hogy a keresztény ember a bajban lévő embernek azt tanácsolja, hogy problémád van? Hát imádkozzál többet. Mi a probléma ezzel a tanáccsal? Igaza van ennek az embernek? Természetesen igaza van, hiszen bárki, akinek problémája van, a lehető legalapvetőbb tanács az az, hogy többet kell imádkoznia. Csak a probléma az az, hogyha a lelki gondozó ezzel az egy mondattal akarja elintézni ezt a problémát. Hiszen nagyon sok esetben a probléma éppen abból adódik, hogy az ember annak ellenére, hogy imádkozik, annak ellenére, hogy vannak ismeretei, annak ellenére, hogy megtanult nagyon sok mindent az igéből, mégsem tudja teljes mértékben alkalmazni az életében azokat a bölcsességeket, amelyeket kellene, hogy tudjon, és ez nagyon jó kifejezés, kellene, hogy tudjon alkalmazni, és szüksége van egy másik embernek a segítségére. Márk evangéliumában van egy nagyon szép történet a 4. fejezetben. Most nem olvasom el az egész történetet, csak egyetlen versét. Ez a történet arról szól, hogy az Isten magja az hullik, és különböző földekbe esik, és a különböző fajta termő talajok, azok másképp reagálnak erre az elhullott magra, és hát van, ahol kikel, és nagyon szép termés lesz belőle, van, ahol olyan a talaj, hogy oda hullik, és gyakorlatilag semmi sem történik, és a következőt olvashatjuk a Márk evangélium a 4. fejezet 19. versében. 18 és 19. vers így hangzik. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. Azt mondja, hogy az ember lehet olyan termőtalaj, hogy hullik az ige, és itt arra nagyon figyeljünk, hogy valószínűleg hívő emberekről van szó, hiszen nem azokról beszél itt a Szentírás, akik azt mondják, nem is akarom hallani az Isten üzenetét, nem is vagyok kíváncsi arra, hogy milyen tanácsok vannak a Bibliában. Olyan emberekről van szó, akik hallgatják, akik kíváncsiak rá, akik befogadják, akik azt mondják, hogy szükségem van erre, és fontos az én számomra. És ezeknél az embereknél azt mondja, hogy a világi gondok, a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét. És emiatt van az, hogy nagyon gyakran a környezetünkben élő emberek, nagyon gyakran a gyülekezetünkben lévő emberek is problémával küzdenek és segítségre szorulnak. Mert hogy az ő életükben is vannak világi gondok, az ő életükben is van a gazdagság családsága és az egyéb dolgok kívánsága. Olyan dolgok, amelyek nehézségként jelentkeznek az ő életében, amelyek, ha megjelennek egyszer-egyszer egy ember életében, akkor a hívő ember nagyon gyakran mondja, hogy erős vagyok a hitben, visszautasítom, tudom kezelni ezt a problémát. De aztán jön még egy, meg még egy, meg még egy, és az ember egyszer csak összeomlik. Emlékszem egyszer a
lányunk elment segíteni, bevásárolni a boltba, és a feleségem utána telefonált, és kérdezett tőle néhány dolgot, hogy elbírsz még egy liter tejet, vagy elbírsz még egy kiló kenyeret, és ő mindenre mondta, hogy persze, elbírom. Hát ki ne bírna el egy liter tejet, vagy egy kiló kenyeret. Majd néhány perc múlva csörgött az én telefonom, apa, nem tudnál értem jönni autóval, mert nem bírom el a táskát. Mert hogy egy liter tejet mindenki elbír, egy kiló kenyeret mindenki elbír, de amikor ezek mind-mind benne vannak egy nagy táskába, akkor az a táska már nagyon nehéz. És a lelki élettel ugyanígy van az ember, hogy jönnek megpróbáltatások, jönnek nehézségek, jönnek olyan kívánságok, amiket nem lehet kielégíteni, vagy amit nagyon erősen tudom, hogy vissza kell utasítani, és az ember azt mondja, hogy erős vagyok, és nem probléma ez az én számomra. De amikor ezek úgy együtt jelennek meg az ember életében, amikor már túl sok van belőlük, amikor nem csak ilyen dolgokról van szó, hogy a csokit visszautasítom, és azt mondom, hogy nem eszem meg majd csak ebéd után egy kockát maximum. Tehát, hogy nem ilyen jellegűek, hanem ennél sokkal nagyobb problémát okozó nehézségek, és ezek folyamatosan megvannak az ember életében. Akkor az ember egy idő után elképzelhető ugyanúgy összeomlik, mint az az ember, aki azt mondja, hogy nem bírom el azt a nehéz táskát. Gondoljunk csak vissza Ádám és Éva történetére, amikor Ádám és Éva megjelenik az ő életükben a régi kígyó, és megpróbálja megkísérteni őket. Próbálkozik, és az első emberpár nagyon határozottan szembe szegül. Nem! Az Isten nem ezt mondta. Nem! Az Isten útján akarok maradni. És amikor a kígyó nem adja fel, és újabb próbákat hoz, és olyan lelki állapotba hozza őket, akkor azt olvassuk, hogy megtörténik a baj. Még velük is. Mennyire logikus az, amit Pál apostol római levelében olvasunk, már csak így szóban idézem, hogy vizsgáljátok meg, mi az Isten akarata, és tegyetek aszerint. Mi a probléma, mit mond Ézsaiás? Mindannyian járjuk a saját utunkat, mint juhok eltévejettünk, nem a kijelölt úton járunk, nem az Isten útján. És Pál azt mondja, hogy nagyon egyszerű az élet, nagyon egyszerű a lelki gondozás. Vizsgáljátok meg, mi az Isten akarata, éljetek aszerint. És miért nem megy ez? Miért kell segítség? Miért van az, hogy az ember elbukik és nem tudja ezt megtenni? Azért, mert ezek a lelki terhek lehetetlenné teszik azt, hogy logikusan gondolkozzon, és valóban megvizsgálja, mi az Isten akarata, és csak úgy eldönti, hogy hoz egy változást. Jézus figyelmezteti az ő népét, hogy az utolsó időben, amikor az Isten népe várja Jézus Krisztus második eljövetelét, akkor sok nehézség fog támadni, és azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne keményedjék a ti szívetek. Részegség, dobzódás és az élet gondjai miatt. Mit jelent az, hogy valakinek megkeményedik a szíve? Ugye, amikor megkeményedik valakinek a szíve, az azt jelenti, hogy hiába mondjuk neki, hiába olvas ő bármit, hiába vannak logikus érvek, ő azt mondja, hogy nem. Nem tudja megtenni. És mit mond, hogy milyen dolgok miatt alakulhat ez ki? Hát ugye a részegség, ugye ha szó szerint vesszük a részegséget, az alkohol az, ami az embernek a homlok lebenyét kikapcsolja, és az ember logikus gondolkodásra képtelen. Tudunk beszélgetni logikusan egy részeg emberrel? Nem tud logikusan gondolkodni. A másik azt mondja, hogy a részegség dobzódás. Mi a dobzódás? Amikor az ember mértéktelenül csinál valamit. Nem tud mértéket tartani. A napjaink egyik problémája, még délután lesz róla szó, a szenvedélybetegségek. Hogy az ember nem tud mértéket tartani, csak csinálja. Hiába mondják neki, hogy elég, nem szabad többet, nem tudja abba hagyni. Tehát nem tud logikusan gondolkozni.
És akkor végül azt mondja Jézus, hogy ott van egy harmadik dolog, az élet gondjai. Az élet gondjai is juttathatják az embert olyan állapotba, hogy hiába van ott a fejében a tudás, hiába van ott az ő gondolataiban, hogy imádkozni kell, az Istenhez kell fordulni, egy külső segítségre van szüksége, aki mellette van, aki vezeti, aki támogatja. Délelőtt beszéltem arról, hogy Jézus egy példát mutatott, hogy ő diakónusként jött ide a földre. És ez a diakónus szó, ez a diakoneó szó a görögben nagyon sokféleképpen fordítható. Szolga, templomszolga, író és kísérő. És ez egy nagyon jó szó, nagyon jó kifejezés, nagyon találó a mai korban is, hogy kísérő. Mindenki járja az életútját, és a diakónusnak egy feladata, hogy ezen az életúton kísérje azt az embert, akiért felelős, akire oda kell figyelnie. Kísérje. És amikor arra van szüksége, hogy segítséget kapjon az az illető, akkor a diakónus ott van, és segít neki. Nem erővel, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem csak kíséri, és próbálja őt a jó irányba segíteni. Hogy erre milyen lehetőségek vannak, arról majd délután fogok beszélni, illetve a másik olyan téma, amiről délután még lesz szó, azok a leggyakoribb lelki betegségek, amelyek megnehezítik azt, hogy az ember azon az életúton haladjon, amelyet valóban az Isten jelölt ki, és ne kelljen neki ahhoz a példához hasonlítani, amit Ézsaiásnál olvastunk, hogy mindjárt, mint juhok, eltávolodtunk az Isten útjától, és a saját utunkat járjuk. Adja az Úr, hogy mindannyian tudjunk az Isten útján járni, és amikor arra van szükség, hogy segítségre szorulunk, akkor találjuk meg azt a megfelelő embert, aki kísérni fog bennünket, aki támogatni fog bennünket, sőt, mi magunk is legyünk ilyen segítőkész emberek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel mondunk neked köszönetet a te jóságodért, a te szeretetedért. Köszönjük azt a sok-sok tanácsot, bölcsességet, amelyet az igén keresztül mutatsz nekünk. Jó Istenünk, arra kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, hogyha néha mi magunk is letérünk a keskeny útról. Bocsáss meg, hogyha mi magunk is néha belefáradunk az élet harcaiba. Ha néha mi magunk is úgy gondolkozunk, hogy elég nekünk a magunk baja. Urunk, erősíts meg bennünket a hitben. Add, hogy mindig készek legyünk a te tanácsaid szerint járni. Segíts nekünk, hogy készek legyünk segíteni a másik emberen is, a bajba jutott embereken. És Istenünk, arra kérünk, segíts, hogy egy közösséget alkotva, egymásra odafigyelve tudjuk élni a mi életünket. És Urunk, segíts, hogy egykor ott lehessünk mindannyian a te országodba, mert mi is úgy ítéltetünk meg, hogy a te jobb kezed felől állók soraiba számoltatunk. Adj nekünk így erőt a munkához, a szolgálathoz, fiadnak, Jézusnak nevében kérjük ezt. Amen.